A bélbaktériumok arányának változása okozza az elhízást, a magas vérnyomást, a cukorbetegséget és sok esetben a rákot is a legújabb kutatások szerint. Vannak ugyanis jó és rossz bélbaktériumok, ezek az anyagcserét is jó vagy rossz irányban befolyásolhatják. Személyre szabott bélbaktérium vizsgálattal és az evési szokások átalakításával vissza lehet fordítani a kóros folyamatokat, mondja két magyar orvos. Baktériumok. Egy ember beleiben két kilónyi van belőlük. A számuk húszszor több, mint ahány sejtünk van. A több ezer féle bélbaktérium nélkül az ember nem tudna emészteni. Ezt eddig is tudták. De hogy vannak jó és rossz baktériumok, és hogy ezeknek arányát hogyan lehet befolyásolni, az a legújabb kutatások eredménye. Ha valaki sok gyorsan lebomló szénhidrátot, cukrot, lisztet, keményítőt eszik, akkor az ezeket lebontó bélbaktériumfajták elszaporodnak, ez vezet évek alatt az elhízáshoz, cukorbetegséghez, de okozhat allergiát és a magas inzulinszint a rák esélyét is növeli, mondja Barna István belgyógyász, túlsúlyosság szakértő. Valójában belső ellenség ez a rossz baktérium, hiszen ez benne él a szervezetünkben, minden formájában ott jelentkezik, azonban az a kérdés, hogy mikor szaporodik el, mikor lép át egy olyan kóros mennyiséget, amikor a szervezet számára az az inzulin rezisztencia kialakul, hogy van a szervezetben inzulin, még sem tud a periférián, mégsem tudja lebontani a szénhidrát gazdag tápanyagokat, mert ez a baktérium ez egyszerűen lehetetlenné teszi. Ráadásul minél több az ilyen baktérium valakiben, annál jobban kívánja az egészségtelen ételeket, tehát a folyamat önmagát erősíti. Magyarországon 800 ezer cukorbeteg él, és még többen azok lesznek, ha nem változtatnak az életmódjukon. Európában átlagban a magyarok a legkövérebbek schwab gastroenterológus azt mondja, egy új eljárással egyelőre még csak egy magánklinikán mindenkinek egyénre szabottan meg tudják vizsgálni a baktérium flóráját, azután pedig életmód tanácsokat adnak. Siker érdekében döntő, hogy az életmódját is megváltoztassuk, és ezen belül a táplálkozását specifikusan ö, ö, tudjuk befolyásolni, és meg tudjuk nyerni a beteget annak, hogy ezt hosszú távon betartsa. Tehát, hogy ne egy rövid diétáról gondolkodjunk, hanem egy valós életmódváltásról. Színhidrát helyett rost. Nincs szükség drasztikus koplalásra, mondja a módszert kifejlesztő két orvos. Ha valaki alapvetően rostban gazdag ételeket eszik és többet mozog, akkor a szénhidrátot lebontó baktériumok éhen halnak, mert nem kapnak tápanyagot, és helyettük a rost, azaz a cellulóz lebontását végző jó baktérium csoport szaporodik el. A következmény csökkenő vércukorszint és fogyás. Magyarországon 250 milliárd forintba kerül évente a cukorbetegek kezelése. A két orvos azt szeretné, ha a bélbaktérium vizsgálatot a TB is minél előbb támogatná.